Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Béremelés. 2022. január 1-től a kormány megemeli a közszférában dolgozók fizetését. Export lehetőségekről egyeztettek, új piacokon jelenhetnek meg a hazai agrárium termékei. Óvónők az iskolában, hasznos évtizedes hagyományt őriznek Bonyhádon. Püspöki mise Szekszárdon. Az igazságszolgáltatásban dolgozókért imádkoztak. Jövő évtől magasabb fizetésre számíthatnak a közszférában dolgozók. A pedagógusok, az ápolónők, a bölcsődei és szociális, illetve a kulturális szféra munkavállalóinak fizetését emeli meg a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy a magyar gazdaság teljesítménye elérte a járvány előtti szintet, ezért nyílik lehetőség a béremelésekre. Pedagógusoknak igazuk van, hogy ők is bérrendezést akarnak. 2022. január 1-től 10%-kal megemelik a pedagógusok fizetését. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. A bonyhádi Széchenyi István általános iskola tanítója azt mondja, feltétlenül fontos lenne a béremelés, ugyanis az intézményben azt tapasztalják, hogy egyre nehezebben találnak új kollégákat. Úgy látja, a magasabb fizetés jobban motiválná a fiatalokat. A pályakezdők részére is, és a mostani kollégáim részéről is azt gondolom, hogy ez egy biztató jel, hogy talán lesz folytatása. Nagyon sok fórumon olvassuk és látjuk, hogy nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Szeretnénk, hogyha ennek folytatása is lenne, mert igazán csak azt tudja, hogy mi munka van egy ilyen pályában, aki benne van, vagy a családjában van pedagógus, hogy ez nagyon fontos ennek a megbecsülése. Nem csak a pedagógusok számíthatnak magasabb bérre jövő évtől, a kormány megemeli az ápolónök fizetését 21%-kal, a bölcsődei, a szociális és a kulturális szférában dolgozókét pedig 20%-kal. Varga Dalma, a Bogyiszlói Művelődési Ház közművelődési szakembere, 3 éve vezeti egy személyben az intézményt, amelyhez egy könyvtár és egy tájház is tartozik. Egyébként egy nagyon szerethető szakma, amellett, hogy értéket közvetít, és hát nem egy unalmas szakma. Ugyan a Nemzeti Művelődési Intézet folyamatosan képzéseket szervez annak érdekében, hogy minél több közművelődési szakember kerüljön ki a munkaerőpiacra, talán majd ez egy kicsit nagyobb motiváció lesz. A kormányfő elmondta azt is, hogy amennyiben Magyarország gazdaságának teljesítménye a jövőben továbbra is jól halad, akkor 2023-ban nagyobb mértékben emelik majd meg a pedagógusi fizetéseket. 814 új megbetegedést igazoltak idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 830.725 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 10 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.330 főre emelkedett. 737 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 116-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.914.000-en kaptak. Tolna megyében 3 új fertőzöttet regisztráltak kedden, így a járvány kezdete óta összesen 17.976-an kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Növelni kell a hazai agrárexport volumenét, és át kell gondolni annak módját is. Most ugyanis például borból 1 liternyi itthon megtermelt, csak harmadannyiért kell el Nyugat-Európában, mintha Ausztriából származna. Erről az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára beszélt Szekszárdon sajtótájékoztatón. Bencsik Dávid ezért országjárásba kezdett, hogy megyénként mérjék fel, mik a mezőgazdaság és az állattenyésztés lehetőségei az export erősítése terén. 1 euró. Ennyibe kerül átlagosan 1 liter idehaza megtermelt bor az Európai Unió államaiban. Ez rendkívül alacsony összegnek számít, mert Ausztria esetében ugyanez a szám már 3 euró, míg 1 liter izlandi bor átlagosan 4 euró az Unióban. Ez azt jelenti, hogy tavaly bár kétszer annyit, 131 millió litert exportáltunk ebből a termékből, mint Ausztria, a befolyt összeg mégiscsak kétharmada annak, ami az osztrák termelőkhöz jutott. Az Agrárminisztérium helyettes államtitkára szerint ezért új piacokat kell keresniük a hazai termelőknek, ehhez pedig segítséget nyújt a kormányzat. Magyarországon az agrárexportot 82,5%-ban nyugat-európai országokkal bonyolítjuk. Én ezt az egyoldalúságot szeretném egy kicsit az egyensúly irányába mozdítani, és ezért keleti-déli piacokon dolgozom, hogy minél szélesebb körbe juthassanak el termékeink. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, fontos, hogy minél inkább feldolgozott termékek készüljenek az ország határain belül, azok ugyanis sokkal jobb áron értékesíthetőek, mint alapanyagként.
Tolna megyében a szőlő mellett jelentős a kalászosok termesztése, de vendégedét szerint más területekről érkező hazai termékek is megjelenhetnek majd az exportra szánt áruk között. Gyümölcságazatunk az utóbbi időben és a zöldségágazatra is sajnos jellemző, hogy a munkaerőhiány és a gépesítettségnek a hiánya miatt nagyon visszaszorulóban van. Ez volt az elmúlt évek tapasztalata, és úgy látjuk, hogy ez a tendencia sajnos meg is marad az elkövetkezendő időszakban. Viszont azt gondolom, hogy ennek a gyümölcs meg a zöldségtermesztésnek lenne, én úgy gondolom, hogy jövője az egészséges életmód, egészséges élelmiszer előállítás kapcsán. Ehhez viszont fejlesztésekre van szükség, például hűtőházak és feldolgozók építésére a kamara elnöke szerint. Ezért most a cél, hogy a következő 7 évben az agráriumra szánt több mint 4200 milliárd forint uniós támogatásból minél több beruházás valósuljon meg Tolna megyében. Fontos eredmény született a globális minimumadóról zajló nemzetközi tárgyalásokon. Sikerült elérni, hogy a magyar érdekeket érvényesítsék, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalán. Közölte, hogy a tárgyalások során világossá tették, hogy csak olyan globális minimumadót fogadnak el, ami nem jelent adóemelést Magyarországon, nem veszélyezteti a magyar gazdaság versenyelőnyét és megvédi a magyar emberek munkahelyét. Az egyik elért eredmény, hogy a társasági adó kulcsa nem fog változni, továbbra is 9%-os marad, valamint a valós gazdasági tevékenységet nem kell megadóztatni. És a harmadik eredménye ennek az adó megállapodásnak, hogy egy 10 éves átmeneti időszakra fog speciális mérték vonatkozni. Tehát Magyarország elérte azt, hogy a kedvezményes időszak 10 évre tolódik ki, és 10 éven keresztül az adó mértéke csak csökkentettebb adóbevallással, csökkentett adóbeszámítással lesz majd kiszámolva. Összességében tehát egy nagyon komoly eredményt értünk el. Nyugodtan mondhatom, hogy egy magyar siker valósult meg. Jól tettük, hogy az érdekeinket határozottan képviseltük. Ennek az eredménye az, hogy egy olyan kompromisszum született, amihez jó szívvel tudunk majd csatlakozni. A gázolaj ára egy év alatt 141 forinttal, míg a benziné 118 forinttal lett drágább, és most új történelmi rekordot értek el. A gázolaj literje szerdán átlépte az 500 forintos lélektani határt. A 95-ös benzin ára bruttó 6 forinttal emelkedett, míg a gázolajért bruttó 8 forinttal fizetünk többet. Azonban ez még nem a csúcs, hiszen pénteken újabb emelkedésre kell számítani a hazai kutakon. A benzin bruttó 3 forinttal, tehát 491 forint per literre, míg a gázolaj átlagára bruttó 4 forinttal, 505 forint per literre emelkedik. A szakértők szerint akár még évekig is ilyen magas maradhat az üzemanyagára. Szakmai napot tartottak Bonyhádon a Széchenyi István Általános Iskolában. A program során a város óvónői beülhettek az első osztályosok óráira, ahol megfigyelhették, mennyit változtak a gyerekek az elmúlt másfél hónapban. Majd egy közös konzultáción vettek részt a tanítókkal, ahol tapasztalatokat cserélhettek. Steiner Krisztián, az intézmény igazgatója elmondta, nagyon hasznosnak tartja ezt az évtizedes hagyományt. Évtizedes hagyomány már a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskolában, hogy minden tanév októberében a város óvónői meglátogatják egykori óvodásaikat, akik már az iskolapadban ülnek. Az utánkövetés célja, hogy a dadák visszaigazolást kapjanak arról, hogy mennyire voltak sikeresek az óvodai fejlesztő foglalkozások, és hogy hogyan állják meg a helyüket a gyerekek az iskolában. Nagyon sok fejlesztő játékot játszunk, és egyénileg is fejlesztük őket. Az érzelmi oldalt azt meg kell támogatnia a szülőknek is. Mi azzal tudjuk felkészíteni, hogy ott az óvodai közösségben, ott egy jó közösségünk van, és ezzel próbáljuk arra motiválni, hogy majd az iskolában is megtalálja a helyét, alkalmazkodni tudjon, be tudjon illeszkedni. Az óvodapedagógus hozzátette, az oktatók is szívesen beszélgetnek új tanítványaikról, hiszen így közelebb kerülhetnek hozzájuk. Steiner Krisztián, az iskola igazgatója úgy nyilatkozott, azon kívül, hogy nagyon megható látni, ahogy a 6-7 éves gyerekek az óvónők nyakába borulnak,
nagyon hasznosnak is találja ezt a szakmai napot. Mi pedagógusaink, tanítónőink is várják ezt az alkalmat, hiszen minden ilyen találkozást követ egy szakmai megbeszélés, ahol meg tudják beszélni, hogy az óvodában hogyan viselkedett a gyermek, most hogyan teljesít, és igazából nagyon tanulságos ez mindkét fél számára. Mi pedig örülünk, hogy az óvónőket vendégül láthatjuk ezen az eseményen. A Bonyhádi általános iskolákban összesen 6 első osztály indult, közel 150 gyerekkel. A Tolna megyei igazságszolgáltatásban dolgozók számára celebrált Szentmisét Szekszárdon Felföldi László. A Pécsi Egyházmegye püspöke azt mondta, nehéz dolguk van azoknak, akik a jog eszközével szolgáltatnak igazságot, hiszen a büntettet elkövetők is lehetnek áldozatok. A programot 15 esztendeje minden évben megrendezik, az elsőt egy fiatalon elhunyt ügyészségi dolgozó emlékére szervezték. Akik az igazság szolgáltatásában állnak helyt, egy olyan mély titokkal találkoznak, mely során nagyon sokan egy elkövetett tettük után döbbennek rá, hol hibáztak az életükben, mondta Felföldi László megyés püspök az igazság szolgáltatásban dolgozók számára megtartott mise kapcsán. Az évente megtartott ünnepi szertartásra először 15 esztendeje került sor, amikor az ügyészség egy fiatalon elhunyt munkatársára emlékeztek. Azóta minden évben megszervezik ezt az alkalmat, melyre ma már minden a szakmában dolgozót várnak. Nagyon sokszor a döntéseink, amikor a másik, a közösség, az élet igazságát nem tartjuk komolyan szem előtt, hozunk olyan döntéseket, amelyek ugyanakkor a saját életünket is sebzik, és nagyon sokszor megkérdőjelezik, hogy akkor szabad-e mennem ezen az úton. Megítélése szerint azok, akik ítéletet mondanak egy ügyben, két áldozattal kerülnek kapcsolatba, a sértettel és az elkövetővel, aki egy rossz döntésének válik áldozatává. Nagyon sokszor ítéletet kell mondani, vagy eljárni kell olyan élethelyzetekben, ahol érzik, hogy az emberi méltóság, az emberi felelősség csorbult, vagy azok által, amit elkövettek emberek, és hogy mégiscsak segíteni és védeni kell mindenkit. Az ilyen döntések meghozatalához és annak belső kezeléséhez pedig szükség van annak is segítségre, aki adott esetben bűnösen nyilvánít a jog szerint valakit, aki tulajdonképpen áldozat. Mondta el álláspontját az egyházi vezető. Október 20-áig jelentkezhetnek azok az álláskeresők, akik saját vállalkozást szeretnének indítani az Állami Foglalkoztatási Szerv által meghirdetett központi munkaerőpiaci program segítségével. A projektben azok az álláskeresők vehetnek részt, akik a támogatási kérelem benyújtásakor legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, a vállalkozási kompetenciák elsajátítására irányuló képzést sikeresen elvégzik, és üzleti terv készítésével bemutatják az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit. A fenti feltételeknek megfelelő résztvevők ezt követően nyújthatják be kérelmüket a 2 millió forintos tőkejuttatási támogatás igénybevételére, illetve a 6 havi kötelező legkisebb minimálbér összegéig terjedő vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra. A nyári kalocsai önkéntes program után most Dunaszentgyörgyön folytatódott a Rosatom, a Paks 2 ZRT és az MVM Paksi Atomerőmű ZRT által szervezett társadalmi munka, amelynek keretében az iskola és az óvoda kerítését újítják fel. A munkálatokban helyi önkéntesek is közreműködtek, a kerítéseket lecsiszolták, a felújítás befejezését a jövő hétre tervezik. Szorgos önkéntesek csiszolták a Dunaszentgyörgyi Általános Iskola és a mellette található óvoda kerítését október 9-én délelőtt. A kezdeményezés nem új keletű. A Rosatom, a Paks 2 ZRT és a Paksi Atomerőmű ZRT által szervezett önkéntes munkaakció sorozat már nyáron Kalocsán megkezdődött. Dunaszentgyörgyre is eljutott az akció híre, a polgármester Kérnyákné Balog Mária kereste fel a Rosatom képviselőit azzal. A községben tavaly elkezdődött egy környezetszépítési munka, amelyhez szívesen várnának segítséget. Dunaszentgyörgyi önkéntesek is beálltak a sorba. Volt már több ilyen megmozdulás a településen, és ők elég lelkesen helyt szoktak állni, takarításnál akár, és úgy gondoltam, hogy ezért őket keresem meg, mert bármikor olyan megmozdulás van, ők tényleg jönnek. Az egyik csapat az építkezésben van jelen, a másik pedig víz és gáz szerelésbe. Akadtak dunaszentgyörgyiek, akik az atomerőművesek csapatát is erősítették. Az erőműben dolgozom, és az interneten láttam a kiírást,
és adta magát a dolog, hiszen Dunaszentgyörgyi vagyok születésem óta. A gyerekeim is ide járnak az iskolába, óvodába. A közös munka az együttműködést erősíti a Rosszatom, az atomerőmű, valamint a település tagjai között. Együtt dolgoznak az orosz kollégák és a helyi önkéntesek. Nagyon jó kapcsolat alakult ki rögtön az elejétől. Nyelvi nehézségek nincsenek, hiszen részben már az orosz kollégák is egy kicsit beszélnek magyarul. Ha pedig szükséges, akkor rásegítünk a kommunikációra. A nyelvi nehézségek áthidalásának bizonyítéka volt az óvoda kerítését festő Angelika, a Rosszatom munkatársa, aki 2,5 éve él Pakson. Először vett részt hasonló megmozduláson, amit jó kezdeményezésnek tartott. Összehozza az embereket, a kollégák össze vannak zárva ugye az irodában, napi szinten munkatémákban vannak igazából együtt. Itt meg szabadon tudunk beszélgetni, és olyan kollégákkal is megnyílunk egymás felé, akikkel az irodában nincs alkalmunk beszélgetni. A kerítéssel kapcsolatos önkéntes munka október 16-án folytatódik, de a szervezők a későbbiekben is szeretnének jelen lenni azokon a településeken, amelyekben a közösség építéshez munkájukkal hozzájárulhatnak, illetve rászorulóknak segíthetnek. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Design Pécs, előtérben a helyi kreativitás. Kóstolt körbe, balatoni különlegességeket tálaltak fel Siófokon. Szlalomverseny, autósok és gokártosok szelték a köröket. A Design Weekhez kapcsolódva Pécset október 8 és 17-e között újra bemutatkoznak a régió kiemelkedő kreatív ipari vállalkozásai, képviselői megismertetve a helyi tervezői lehetőségeket. A rendezvény sorozata kreatív iparhoz kapcsolódó programokat kínál a laikus és a szakmai érdeklődőknek egyaránt. A helyi iparkamara és a társszervezők szeretnék láthatóvá tenni azt a világszínvonalat képviselő potenciált, ami a design területén jelen van Pécsett. A lakberendezés és művészet, avagy hogyan dekoráljuk lakásunkat, erről is szó esik a Design Pécsen. Ehhez csatlakozott egy belvárosi stúdió, ahol mindenki hasznos tanácsokat kap ehhez. Erre helyeztem most a Design Héten is így a fókuszt, hogy hogyan is mutat mondjuk egy képzőművészeti alkotás az otthonunkban, hogy merjünk egy picikét nyitni ebbe az irányba is, hogy egy szép kerámia, egy szobor, vagy akár egy festmény is a falra kerüljön, és emelje otthonunk értékét, és szépséget is hozzon bele. A személyzeteket idéző doboz az asztalon nem véletlenül. Ez már egy másik helyszín a Pécsi Király utcán, ahol az emberi szem íriszéről készítenek fotókat. Így néz ki egy elkészült kép, ami a fotográfus szerint egyedi alkotás, mint ahogy mindenkinek egyedi az írisze. Az írisfotózást a művészet felé terelném, hiszen meg is adjuk ennek a módját, tehát sose úgy tekintünk rá, mint csak egy darab szemre, mert ez tényleg annyira különleges, ami bennünk van és a mi szervünk, hogy ennek szerintem szépen megadjuk a módját, hogy kellően reprezentáljuk úgymond. Most csak két vállalkozást mutattunk be röviden, akik csatlakoztak a Design Pécs idei helyszíneihez. Az elmúlt években alkalmanként több mint 50 kreatív ipari vállalkozás mutatkozott be ezen az esemény sorozaton. Az idei Design Hétről még később beszámolunk bővebben is. Először rendezték meg Siófokon a Balatoni Kör őszi-téli-tavaszi rendezvényét, a Kóstolt Körbe gasztrosorozatát. A rendezvényen különleges ételek és minőségi balatoni borok mellett élvezhették a vendégek a tó őszi arcának környezetét. 1500 négyzetméteres sátor, 15 étterem, 10 borászat, 3 cukrászda, egy kávézó és egy pálinkás gondoskodott a hétvégi rendezvény sikeréről, amely nem is maradt el. A Balatoni Kör őszi Kóstolt Körbe nyitó rendezvényére egész nap sokan voltak kíváncsiak. Mindenki egy csipetnyi őszi Balaton csempészet az ételeibe. Ha megnézed a színeket, az ételek színét, a felhasznált alapanyagokat, akár a lángos, a legegyszerűbb lángosnál is, az édesburgonya, a cékla, a sütőtök megjelenik mindenhol, a gesztenye, ízorgiákra számíthatnak, akik eljöttek ide. Véres hurka vörös lencsével, mentás, padlizsános bárány, serpenyős süllőderék, kacsatepertővel, vagy rántott füstölt csülök saját készítésű molnárkában. Csak néhány a színes és változatos gasztropalettából, amelyet végigkóstolhattak a rendezvényre kilátogatók.
A vendéglátósok szerint az emberek szeretik az új, izgalmas ízvilágokat felfedezni. Valaki nagyon-nagyon izgalmasnak tartja, valaki meg pedig azt mondja, hogy mondjuk a burkához mindenképpen valamiféle burgonyát, vagy valami ilyesmit kéne tálni, vagy káposztát. De én azt gondolom, hogy ez egy sokkal frissebb, izgalmasabb ízvilág, úgyhogy inkább mi ezt szeretjük, és ez a mi ízvilágunk, de az embereknél valóban kettős érzések vannak még. Nem csak finom és különleges ételek, hanem borok és pezsgők is várták a siófoki plázsra a látogatókat. Az itt kiállító vendéglátóhelyek jó része az egész évben Balaton-szlagenye mellett tette le a voksát. Az elmúlt 10 évben megsokszorozódott azoknak az éttermeknek a száma, amelyek tudatosan erre készülnek. November 6-án Köveskálon találkozhatnak majd újra az érdeklődők a balatoni kör tagjaival és színes palettájával. A pécsi Slalom Team idei második futamát rendezte az Expo Center területén. A versenyre összesen 11 kategóriában nevezhettek az autósok és a gokártosok. A szlalomfutamon volt ladasó is, de juniorok és női piloták is versenyezhettek. A hangja jó, indulhat a szlalomverseny második futama. Kovács Roland, mint mondja, idén csak a nézőknek versenyzett, most is öröm autózni jött az Expo Centerhez. Igazából ugyanaz az autó, hál' az Istennek, minden jó. Nincs vele úgy problémánk most. 2018-ban ugyanezen a pályán láthattuk először versenyezni az akkor még csak 9 éves Dicső Dominikot, aki idén is rajthoz állt a szlalombajnokságban, immár rutinos versenyzőként. Most igen, most az autóm rossz, de szerintem a pálya jó, jó, egyenesek vannak benne. Néhol szűk, de jó. Rövid volt az idei szezon, így a pilóták minden lehetőséget kihasználtak, hogy pályán lehessenek. Rép Krisztián remek versenyzéssel tavaly a Lada kategória bajnoka lett a szlalom versenysorozatban. Most új céljai vannak. Sportrendszámot szeretnénk, hivatalos versenyautó legyen. A gépkönyv már megvan, ezt Bakonyán sikerült megszerezni. És akkor most egy műszaki szemle és a sportrendszám. A pécsi Slalom Team idei második futamát rendezte az Expo Center területén. A következő szlalomverseny egy teljesen új pályán lesz, november 6-án Orfűn. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Béremelés. 2022. január 1-től a kormány megemeli a közszférában dolgozók fizetését. Export lehetőségekről egyeztettek, új piacokon jelenhetnek meg a hazai agrárium termékei. Óvónők az iskolában, hasznos évtizedes hagyományt őriznek Bonyhádon. Püspöki mise Szekszárdon, az igazságszolgáltatásban dolgozókért imádkoztak. Csütörtökön a napos, nyugodt idő várható, mérsékelt, néhol élénk északi légmozgással. Éjszaka nyugat felől közepes vastagságú felhőtakaró húzódik fölénk, helyenként gyenge eső is előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!